minisztérium nem nyilvános leveleit sajtószerkesztőségekbe fújhatja a cél című írásbeli kérdésemben arról kértem tájékoztatást a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy miként jelenhetett meg 2014. szeptember 11-én a válasz.hu internetes hírportálon az az április 2-i keltezésű nem nyilvános levél, amiben tájékoztatást adott Kocsis Máténak, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottság akkori elnökének a három használt Mi-8-as helikopter beszerzéséről. Kérdésemre miniszter úr írásbeli válaszában azt az egymondatos tájékoztatást adta, hogy a kérdésében foglaltakkal kapcsolatosan belső vizsgálatot rendelt el. Újabb, benyújtott kérdésemben azután érdeklődtem, hogy sikerült-e lezárnia a hivatkozott belső vizsgálatot, ha igen, akkor mi volt ennek az eredménye. Miniszter úr írásbeli válasza szerint ugyan lezárult a belső vizsgálat, de az nem vezetett eredményre, mert a dokumentum terjesztése olyan széles kört érintett, hogy abból nem állapítható meg egyértelműen, mely személy vagy személyek juttatták el azt a sajtó részére. Válasza már csak azért is meglepő volt, mert az elmúlt években a miniszter úr többször hangoztatta a bürokrácia csökkentése terén elért eredményeket. Ehhez képest válasza szerint az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke számára küldött levele a Honvédelmi Minisztériumban ellenőrizhetetlenül széles kör kezén ment keresztül. Erre figyelemmel kérdezem az államtitkár urat, hogy hány személy működött közre az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága elnökének írt tájékoztató levél előkészítésében és kézbesítésében. Bár a belső vizsgálat nem járt eredménnyel, a miniszteri levelezés kiszivárgása azonban nyilvánvalóan nem maradhat következmények nélkül. Ezért kérdezem államtitkár urat, milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a nem nyilvános leveleket ne fújhassa ki a szél. Normálisnak tartja-e, hogy ellenőrizhetetlenül széles kör fér hozzá hivatalos minőségükben írt nem nyilvános leveleikhez? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Az elhangzott kérdésre a választ Varga Tamás államtitkár úrtól hallhatjuk. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőasszony. Őszintén csodálkozom, hogy miután hasonló tartalmú írásbeli kérdésére írásban válaszolta a minisztérium, szükségét érzi, hogy újból feltegye szóban ugyanezt a kérdést. Január 28-án kelt válaszunkban a mostanihoz rendkívül hasonló kérdésére válaszolva megírtuk önnek, hogy a Honvédelmi Minisztérium betartja az iratkezelési szabályokat, és ezt elvárja minden munkatársától is. A minisztériumban havi rendszerességgel több ezer levél születik, és ezeket a lehető legnagyobb gondossággal és az ügyhöz méltó elkötelezettséggel kezelik a minisztérium munkatársai, és küldik meg a címzetteknek. Tisztelt képviselőasszony, komolyan azt szeretné ön, hogy minden nem minősített, nem titkosított levél mellé állítsunk egy titkos szolgát. Tudjuk, hogy annak a pártnak a jogelődje, melynek ön is tagja, megpróbált egy ilyen rendszert már egyszer működtetni, ahol ez szokásban volt, de arra szeretném önt kérni, hogy ne akarja ezt a rendszert visszaállítani. A legutóbbi kérdéséhez nagyon hasonló írásbeli kérdésében feltett kérdésére a szóban is ugyanazt a választ tudom adni önnek. A Honvédelmi Minisztérium betartja az iratkezelési szabályokat, és ezt várja el az ön új szófordulatával élve. Valóban ezt várja el minden munkatársától. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr.